közösségnek van egy bizonyos varázsa, akár csak az együttlétnek is. Ugye ember már régen is mondták ezt a performance poétikákban, és most látjuk mondjuk a slam poetry-ben is megvalósulni, hogy tulajdonképpen a költészet egyik funkciója, vagy a művészet egyik funkciója, hogy összehozza az embereket, hogy közös térben, közös időben elválassza a befogadó és az alkotó között lévő virtuális, vagy sokszor konkrét határokat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek azonnal ott alkotnia kell. Csak hogy a művészetnek az elidegenedését egy kicsit így, hogy mondjam, revelálja azt, hogy valójában ez egy élő, és tulajdonképpen a művészet és az élet, az csak a két oldala ugyanannak a dolognak. Papír papíron. Papíron ont. Papír ontológiát. Papírontológiát. Papírrontó jogi orgiát. Ki mibe akar professzionalizálódni, az egy hosszú pálya. Tehát az írásban nekem sokáig tartott, amíg professzionalizálódtam, de az nem árt, tehát aki például fest és festőként professzionalizálódik, az jó, az kell, mert van egy terület, ahonnan viszonylagos biztonsággal kezeli a többi nyelvet is. De van egy-egy terület, amin otthonosan mozognak. Na most számomra ez a költészet és az irodalom, de itt legalább egy 10 éves érési korszakkal kell, hogy számoljak, mire azt mondom, hogy mondjuk, hogy elkezdtem használható dolgokat csinálni, miközben az az érzékenység, ami mindezek mögött volt, az egy ilyen összművészeti érzékenység volt. Úgy látszik, hogy ez a szabadság eszme nem csak egy politikai és egy társadalmi eszme, hanem ugyanúgy a művész, az önkifejezésnek is a mozgató energiája.